Új autók sorakoznak ebben a nyíregyházi szalomban. Minden bizonnyal hamar gazdára találnak, az új járművek értékesítésének folyamata ugyanis már a jelentősen felgyorsult. Ez az eladás számok növekedésének is köszönhető. Tavaly közel 16%-kal több új autót adtak el Magyarországon az előző évhez képest. Ráadásul 2017-hez képest még nagyobb, mint egy 36%-os a különbség, derül ki a Datahouse adataiból. Az emelkedés a személygépkocsikat és a kis haszonjárműveket is érinti. Az általunk felkeresett márkakereskedés tulajdonosa szerint a tendencia oka a fogyasztásban keresendő. Ugyanok egy kicsit óvatos lennék a számokkal, mert a CO2 kibocsátás miatt azért ma Magyarországon és az uniós törvények miatt azért elég sok előre forgalomba helyezett gépjármű is történt Magyarországon. Ugye ez az egyik dolog. A másik a reexport, ugye jellemző azért, hogy ma már Európában, Magyarországról is nagy mennyiségben szállítunk ki gépjárműveket. Ettől függetlenül, tehát a magyar gazdaság működése az úgy tűnik, hogy a gépjárműpiacon is megjelent, és hát vannak olyan programok is, mint a nagycsaládos program, ami szintén mint egy felhajtóerő működik. A szakember elmondása szerint jelenleg több mint 20 000 autóra van regisztráció a kormányzati programok keretében, ami szinte minden márkát érint. A modellek kiválasztásánál leginkább az árértékarend és a megbízhatóságot veszik figyelembe a vásárlók. A magyarok körében pedig évek óta ugyanazok a márkák, a Suzuki, a Ford, a Skoda, az Opel, a Toyota és a Volkswagen a legkeresettebbek. Magyarországon vannak azért hagyományai a gépjármű vásárlásnak, vannak márkák, amiket egy országon belül nagyon szeretnek a vásárlók, miközben ugye átalakulnak a fogyasztási szokások, hibrid autók, elektromos autók, átalakul a gyártás is, de Magyarországon azért vannak jellemző márkák, típusok, ilyen ugye a német típus autók, amit nagyon-nagyon szeretnek. Mindeközben a szabadidő autók értékesítésének növekedése is megfigyelhető. Tavaly már a piac 37%-át tették ki ezek a járművek. Az elektromos és a hibrid autókat is egyre többen keresik, magasabb áruk miatt ugyanakkor ezek még mindig sokak számára nem elérhetők, de Csősz Ferenc szerint kormányzati támogatásoknak köszönhetően később ezekhez is várhatóan könnyebben hozzá lehet majd jutni. A magyar utakon futó autók átlag életkora egyébként ma 14 év, ez rosszabb az európai átlagnál. Az ideális az lenne, ha 10 évre csökkenne ez a szám.